drukkolófesték. A Covid-járvány kitörése után 2020-ban online hagyományőrző szakköröket indított a Nemzeti Művelődési Intézet és a Népművészeti Szervezetek Egyesülete. A tevékenységüket a külhoni magyar területekre is kiterjesztették, ahol oktató videó és szakavatott vezető segítségével sajátíthatják el a résztvevők többek között a mézes kalács készítést, gyöngyfűzést, hímzést. A tavaly ősszel indított programból a kárpátaljai asszonyok az itt újdonságnak számító papírfonást és makramézást is kipróbálták. Azt lefekteted, azt pedig beszúrod oda. Ez a hölgyekből álló csapat a Szürtei Kultúrházban serénykedik. Néhány foglalkozás után már gyakorlott kézzel végzik a papírhajtogatást. Ma szalmakalapot kellett volna készíteni, de az áramhiány miatt nem tudták megnézni az oktató videót, ezért a már korábban begyakorolt kosárfonás mellett döntöttek. Több dolgot már elkészítettem ajándékba a gyerekeknek, nagyon örültek neki, és hát szeretem csinálni, meg van is hozzá kedvem. Érdekes, nagyon érdekes. Egy kicsi jó kedvit összejövünk, elfoglal minket, beszélgetünk. A papírhajtogatásról gyermekkorunkból sokunknak hajó, csákó, repülőgép juthat az eszébe. Az itt készült tárgyak sokkal bonyolultabbak, tetszetősek és persze hasznosabbak. Gyerekkorunkban hajtogattunk, igen, csákókat, meg hajókat, repülőgépet, és ez teljesen más technika, hiszen itt szallagokra vágjuk a papírt, aztán úgy tekerjük meg, és aztán még festjük is, és úgy kezdünk el fonni. Nem olyan bonyolult, szerettük volna megtanulni, azért ezt választottuk. Már tavaly is volt nálunk szakkör, a gyöngyfűzés szakkör, azt is nagyon élveztük, és gondoltam, hogy ezzel megismerkedünk, és nagyon hasznos és szép dolgokat lehet készíteni belőle, így az ünnepekre is csillagot, karácsonyfát, adventi koszorút, tányér pohár alá tétet, amit eddig érkeztünk, kosarakat, többfélét, most épp egy kis kosarat fonunk, úgyhogy nagyon érdekesek ez a technika is, megismerkedtünk vele, és tovább fogjuk tudni adni itt a kultúrházba, a gyerekek körébe. Ez most egy felnőtt kör, és szeretnénk továbbadni majd a gyerekeknek ezt a kis tudományunkat, amit megtanultunk. Nekem megvan a 150. A gyöngyfűzés minden térségben közkedvelt. Szolókán is ezt gyakorolják az asszonyok. Túl vannak a foglalkozások felén. Egyre bonyolultabb technikákat sajátítanak el az oktató videó segítségével. Ma egy összetett karkötő készítésébe kezdtek, amihez több mint 1200 különböző méretű gyöngy kiválogatására és felfűzésére van szükség. Ez már nem egy egyszerű síkban történő fűzés, hanem itt már térben kell egy picikét mozogni, térben kell gondolkozni, mivel ez már egy gyöngyhurka lesz, tehát itt már körkörösen sort emelve kell lesz végigfűzni. Nagyjából 2-3 óra hossza az, ami idő alatt egy-egy termék, egy-egy darab elkészül. Az áramkimaradások miatt volt már, hogy otthon fejezték be, nem érkeztünk elkészíteni. A mai napon is 2 óra hosszát lesz villany, tehát valószínű, hogy nem fogjuk tudni befejezni. Ami viszont az eddigi foglalkozásokon elkészült, az szemedgyönyörködtető. Nyakláncok, karkötők, fülbevalók. Mind-mind olyan érték, amilyeneket bárki szívesen viselne. Sőt, önszorgalomból mindenki fűzött magának vagy családtagjának egyedi darabokat. A közösséget is szeretjük, vagy kézi munkázni is szeretünk, és ez egy kihívás, mert ilyet még nem csináltunk, és nem is megszokott a mi vidékünkön. Próbálkozunk megfelelni a feladatnak, nevetünk is magunkba, mert mint az iskolások, igen, hazavisszük a házi feladatot, és következő órára hozzuk a kész terméket. Megvan a 30. A csapi szakkör tagjai a makramézás elsajátítását tűzték ki célul. Összeszokott csapatról van szó. Épp kulcstartót készítenek egy új technikával, a koronacsomóval. Abból áll, hogy a 4 szálat összevesszük, egymás mellé tesszük, S alakba behajtjuk, fentről, alulról lefele áthúzzuk ezen a kis csomón, és megigazgatjuk. És ez lesz a koronacsomó. És ezzel a technikával
akár virágtartót is lehet készíteni, szatyrot, akár borosüveget is lehet beletenni. Persze Szabináik is sokféle tárgyat elkészítettek már. Többek között kulcstartók, adventi koszorúk, karácsonyi díszek, asztali és fölakasztható mécses tartók kerültek ki a kezük alól. Akár paravánt, hintaszéket, polcot, bármit, amit az ember el tud képzelni, ezt meg is tudja csinálni. Természetesen azonnal nem mennek, tehát apró lépésekbe haladunk előre. Mindenképpen kellenek az oktató videók, és lépésről lépésre tanuljuk a csomókat, a technikákat, hogy mi szükséges mondjuk egy polchoz, egy függönyhöz, na ott még nem tartunk. Csapon a szakkörösök otthonaikban tartják a foglalkozásokat, amelyek általában közös vacsorával, utána jó hangulatú beszélgetéssel zárulnak. A Nemzeti Művelődési Intézet szakmai partnere Kárpátalján a helyi Népfőiskolai Egyesület. Munkatársaik juttatják el a foglalkozásokhoz szükséges, pályázaton nyert alapanyagot a szakkörökhöz. Ezek a hagyományőrző szakkörök igazi áldásként jelentkeztek a kárpátai magyarság életében, hiszen a mintaprogram az 2021 őszén indult, és a Covid miatti bezártság után ez egy remek lehetőség volt arra, hogy kis létszámú csoportokkal újraindítsuk a közösségi életet. Az elmúlt majd egy év háborús eseményei azonban egy újabb, nagyon nehéz körülményt állítottak a kárpátai magyarság elé, de azt gondolom, hogy ezeknek a szakköröknek a működése, az alkotás öröme lelki feltöltődést nyújt a résztvevők számára, és nagyon várják például a hosszú áramszünetek ellenére is, amelyek azért nagy részt megnehezítik ezeknek a szakköröknek a működését, hogy újra összejöhessenek. Tudni kell ezekről a szakkörökről, hogy ezek régi hagyományos mesterségeket tanítanak meg laikusoknak, tehát nem szakembereknek szólnak, és nem is szakember vezeti ezeket a kis csoportokat, hanem a szakkör vezető elvégez egy online kis felkészítőt, megnéz a szakköréhez tartozó online oktató anyagokból néhányat, aztán vizsgázik, és ekkor kezdődhet a munka. Emiatt nagyon nehéz is volt ezeknek a megszervezése, mert ugye féltek az aktivisták, azok a laikus, a lelkes háziasszonyok például, hogy miről is fog ez szólni, hogyha vizsgázniuk kell, de aztán beletanultak, és már nagyon várják. Sokszor előre otthon, amíg még van áram, akkor megnézik a felkészítő videókat, az útmutatókat, amelyek az aznapi foglalkozásra szólnak, és gyertyafény mellett összejönnek, és már az adott feladatot végzik. A program tavasszal a szakköri foglalkozások alatt elkészült termékek közös kiállításával zárul.